Rövid karrierje során Sarepta már kiadott egy albumot, és egy komoly díjat tudhat a magáénak. Ragyogó jövő előtt álló énekes, azonban egy sötét múltat kellett a háta mögött tudnia. Gyerekkorom már 8 éves koromban kezdett rögössé válni, amikor először molesztáltak. Úgy éreztem, hogy elvették az ártatlanságomat, mintha kiraboltak volna. De nem volt választási lehetőségem. Sosem alakult ki kötődésem a testvéremmel, édesanyámmal, főleg nem édesapámmal, aki szinte sosem volt otthon. Ha pedig hazajött, részeg volt, és erőszakoskodott anyukámmal. Minden olyan gyorsan történt, annyit hallottam, csak hogy anyukám felkiabál a bátyáimnak, hogy segítsenek neki. Gondolkodtam, mi történhet vajon. Berohantam a szobába, és láttam apámat az ágy jobb szélén. Infarktust kapott, meghalt. Édesanyámnak egyedül kellett nevelnie bennünket. Egyik este, amikor éjjeli műszakban dolgozott, egy gyertyával a kezemben mentem aludni. És egyszer csak arra ébredtem, hogy az ágyam lángokban áll. Emlékszem, egymásra néztünk a húgommal, és lerohantunk vízért, hogy eloltsuk a tüzet. Nem gondoltunk viszont a szomszédos szobában alvó unokatestvéreinkre. A ház leégett, benne az unokatestvéreinkkel. Egyikük 9 hónapos, másikuk 1 éves volt. Gyilkosnak és nagyon butának éreztem magam. Arról álmodtam, hogy beruhanok értük, és kimentem őket. De felébredtem, és tudtam, mi az igazság. Ami aztán még inkább depressziósá tett. A tűzeset után egy hatalmas tortát kaptam édesanyámtól a 14. születésnapra. Boldogságot, izgalmat és szeretetet éreztem. Ha jobban belegondolok, az volt életem első tortája. De sajnos ez a boldogság nem tartott sokáig. Egy héttel később elrabolták édesanyámat. Egy elhagyatott házban, Detroit külvárosában fejbe lőtték. Az egész világ elsötétült előttem, mert annyi mindenen keresztül kellett mennem az életben, és végre megtapasztaltam, milyen az, hogy szeretnek, értékelnek, és akarnak. A sok szomorú dolog után végre boldognak éreztem magamat, de a személy, aki ezt a pillanatot okozta, elment. 8. osztályban találkoztam egy angol tanárral, Ivonnal. Nagyon rosszul szerepeltem az óráin. Ivon a férjével karöltve alapított egy foglalkozást, ahol azok a diákok tanácsot kérhettek tőlük, akik nehézségeken mentek keresztül. A foglalkozás idővel Biblia csoportá alakult át. Ott az emberek teli voltak élettel, én pedig követni szerettem volna, akit ők követtek, így ismertem meg Jézust. Úgy éreztem, át kell neki adnom a problémáimat, mert nem tudom tovább hordozni őket. A töréspontomnál nem volt reményem, így átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. Csodálatos, hogy az életem, ami előtte olyan szürke volt, miután átadtam Krisztusnak, gyógyulásnak indult. Nem mondhatom, hogy nagyszerű volt ez a folyamat, mert fájdalmas volt. Mert a gyógyulás azzal kezdődik, hogy el kell engednünk, el kell fogadnunk és meg kell bocsátanunk. Bízni kell Istenben, hogy ő minden repedést be tud tölteni a szívünkben. Gyógyulásom fájdalmas volt, de megérte. Mert mostanra teljes az életem.
és szabad vagyok. Ezt pedig meg tudom osztani másokkal, tudok nekik segíteni. Talba tudom önteni, amit megtapasztaltam, és el tudom mondani a világnak, hogy ki is Isten valójában, és hogy ő milyen jó.